Kábítószerkereskedelemmel, illetve birtoklással vádol a helyi ügyészség egy vásárhelyi férfit és két társát. A drogterjesztő akár 8 évet is kaphat. Vádat emelt a Hódmezé vásárhelyi járási ügyészség három férfival szemben, akik 2015. októberre és 2016. augusztusa között vettek, illetőleg adtak el több fajta kábítószert. A vádirat szerint az egyik férfi, aki Hódmezé vásárhelyi illetőségű, 2015. októberétől saját fogyasztásra vásárolt marihuánát, valamint öt ismerősének értékesítette is azt. A férfi lakásán tartott házkutatás során ecstasy tablettákat, valamint amfetamin port is talált a rendőrség. A férfi által értékesített, illetve értékesíteni kívánt kábítószer tiszta hatóanyag tartalma a csekély mennyiség felső határát meghaladta, ugyanakkor a jelentős mennyiség alsó határát nem érte el. Az üggyel összefüggésben a nyomozó hatóság további két, egy hódmezővásárhelyi és egy szegedi illetőségű személynél is házkutatást tartott, akiknél kannabiszt, amfetamint, kokaint, valamint kábítószerrel átitatott növényi anyagot foglaltak le. A lefoglalt kábítószerek mennyisége az egyiküknél a jelentős mennyiség alsó határát meghaladja, míg a másik vádlottnál nem ért el a csekély mennyiség felső határát. A három vádlott közül az egyik vádlott az, akit a Hódmezővásárhelyi járási ügyészség kábítószer kereskedelem büntettével vádol. Ennek a bűncselekménynek a büntetési tétele 2-8 évig terjedő szabadságvesztés. Az ügyészség a saját maga részére kábítószert vásárló, illetőleg azzal a kereskedő vádlottat kábítószer kereskedelem büntettével, a másik két vádlottat jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer birtoklásának büntettével, illetőleg a csekély mennyiség felső határát meg nem haladó mértékben kábítószert magánál tartó vádlottat, kábítószer fogyasztás céljából megszerzéssel elkövetett kábítószer birtoklásának vétségével vádolja. A kábítószer kereskedéssel is foglalkozó és a vádemeléskor előzetes letartóztatásban lévő vádlott és szabadlábon védekező társai bűnösségének kérdésében a Hódmezővásárhelyi járásbíróság fog dönteni.